A gazdasági növekedés folytatódott 2015-ben, igaz, a harmadik negyedéves adatok szerint már megfigyelhető volt egy lassulás. A régiós különbségek azok fokozódtak, tudnélik a növekedés motorja az a jármű gyártás, a járműipar volt. Ugye ezek nagyobb volumenben az ország nyugati megyeiben vannak jelen. Mindazonáltal a gazdaság számos területén tapasztalhatók az érénkülés jeleit, a megyében a stratégiai jelentőségű élelmiszeripar is mutatott ez évben is növekedést. Ezek egy kicsit polarizálták a megye egyes térségeit, régióit. Hazánkban a külkereskedelmi egyenleg is pozitívan alakult, de inkább az ipari termelésben volt jellemző, mint például a mezőgazdaságban. Az építőipari teljesítmény alacsony, gyengén zár ebben az évben is a szektor, amely lassítja a nemzetgazdasági növekedést, ahogyan az agráriumban is több ágazatban visszaesés volt. A kalászos gabonákat termelők eredményesen zártak 2015-ben, ami főként a kedvező időjárásnak köszönhető. Ugyanakkor a turizmusban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is 12%-os emelkedés volt jellemző, ami felülmúlta az elmúlt éveket. Az országos adatok szerint 4.266.000-re nőtt a foglalkoztatottak száma itthon. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 224.000-en dolgoznak, 30.000 álláskereső jutott munkához csak ebben az évben, amikor is 7,5%-kal csökkent a munkanélküliség. Az előző évhez képest is egy nagyon jelentős növekedést tudunk kimutatni. Ebben viszont kiemelkedő szerepe van a közfoglalkoztatásnak. Ugye ezt nagyon jól mutatják az intézményi munkaügyi statisztikai adatok, ahol az 1-3 év állományi átlagában egy 30.000-es közfoglalkoztatotti létszámot mért a statisztika, egy közel 170.000-es egyéb létszám mellett. Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy ha a közfoglalkoztatottakat kiveszik, akkor is van egy növekedés, igaz, hogy jóval szerényebb, de egy 1-2% körüli növekedés az mutatkozik. A gazdasági tevékenységet támogató, adminisztratív, piaci szolgáltató ágazatokban sikerült több álláskeresőnek elhelyezkedni megyénkben is. A térségben az élelmiszeriparban is jelentős számban kaptak munkát az aktív korúak. Az országoshoz hasonlóan mérséklődött a munkanélküliség, a foglalkoztatási arány 4,5%-kal javult itt is. Az intézményi adatgyűjtésből származó adatok szerint a megyei bruttó átlagkeresetek országostól való elmaradása azonban tovább emelkedett.